A katolikus városrész csapadékvíz elvezetése régóta megoldásra vár. Most a sikeres topos pályázatnak köszönhetően ez megvalósulhat, és ilyen átfogó csapadékvíz kezelés még eddig nem volt Karcagon, mondta köszöntőjében Aranyász János, a projekt kommunikációs szakembere, aki bemutatta a projektért felelős Madarasi Péter műszaki ellenőrt is. A projektet Szepesi Tibor polgármester foglalta röviden össze, és elmondta, a tervek az érintett utcákra elkészültek, a vízjogi engedélyt is megkapta a város, a közbeszerzés lezárult, a héten a kivitelező is kiválasztásra kerül. 2021-ben jött az a lehetőség a település számára, hiszen nem minden magyarországi település tudott élni azzal az összeggel, amit megpályázott. Voltak, akik lemondtak ezekről a pályázati forrásokról, és úgynevezett ilyen visszahulló forrásként került Karcag elé egy lehetőség, hogy csapadék víz kezelésre kapjunk egy viszonylag nagy összeget. Ugye ez, ha jól emlékszem, akkor egy 800 millió forintos pályázati forráshoz való hozzáférésre adott lehetőséget. Nyilván ezt el kellett dönteni az önkormányzat képviselőtestületének, hogy éle ezzel a lehetőséggel, belefér-e egyrészt az időbe az, hogy meg tudjuk valósítani ezt a pályázatot, másrészt, hogy szükségünk van-e arra, hogy egy ekkora összeget elköltsünk Karcag csapadékvíz elvezetésére. Szerintem a válasz egyértelmű, igen, szükségünk van arra, hogy ezt az összeget föl tudjuk használni Karcagon. A másik kérdés pedig az volt, hogy hol tudjuk felhasználni, illetve hol a legégetőbb az a beavatkozási szükséglet, amely a csapadékvíz átfogó kezeléséhez legfontosabb, illetve hogy ez az összeg annak az öblözetnek a munka elvégzéséhez elegendő-e. Ugye azt látták, és én örülök, hogy itt van képviselő úr, igazgató úr is, hiszen a város gondnokság az, aki a csapadékvíz kezelését és a csapadékvíz elvezetéshez szükséges ákoknak a kezelését végzi. És láttuk már azt nagyon régóta, hogy az úgynevezett kettes számú öblözet, hiszen Karcag több öblözetre oszlik, a kettes számú öblözet az, amely a legfontosabb a beavatkozás szempontjából. A cég a környék 4 településén végzett hasonló nagy beruházást megelégedéssel. A szerződés aláírása után nincs akadály annak, hogy július közepén átadják részére a munkaterületet, fogalmazott a városvezető. A TOP kötőjel 2.1.3 kötőjel 16 kötőjel ilyen 1 kötőjel 2021 kötőjel 00014 projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg év végéig. 10,253 méter hosszan épül nyílt vagy burkolt csatornahálózat, annak tartozékaival, áteresszel, kapubejáróval, valamint 1353 méter hosszan zárt csatornahálózat. Épül egy 4200 köbméter hasznos térfogató záportározó és egy 400 liter per másodperc összkapacitású csapadékvíz átemelő telepés. A projekt fő célja a környezet biztonságának növelése, állapotának javítása, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti károk megelőzése. Jelenleg a katolikus városrész utcáiban, ezek jó részt a K-betűs utcák, a piactól kezdődően, a csapadékvíz elvezető csatornák nem képesek a nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló vízmennyiséget elvezetni, így ilyenkor sok helyen víz áll az utakon, néha az udvarokban is. A most elnyert mintegy 800 milliós beruházással megvalósul ezen utcákban a csapadékvíz elvezetése, a vízi létesítmények műszakilag megfelelő állapotba kerülnek, így a jövőben megakadályozhatók lesznek a nagyobb károk, mind a közterületen, mind a magántelkeken. Az árokrendszerek karbantartása sok esetben az érintett utcákban az átereszek újraszintezésével, kiépítésével jár majd együtt. Ehhez a városvezető és a műszaki ellenőr is a lakosság türelmét, megértését, közreműködését kérte. De az is elhangzott, hogy az ingatlan előtti csapadékvíz elvezető, azaz az árok szakasz tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége. Az új
záportározó megépítésével a sistak környezetének a rendezése is megtörténik, itt szabadidőparkot alakítanak majd ki. Kérdésekre válaszolva elhangzott, a kivitelező időben értesíteni fog minden érintett lakóingatlan tulajdonost legalább egy héttel az adott utcákban a munkák megkezdése előtt, hiszen sok helyen akár a kapubejárókat is fel kell bontani. A munkák elvégzése után a kivitelező azokat visszaállítja, és az utakat is rendbe teszi minden esetben. A munkákra mintegy 5 hónapja lesz a kivitelezőnek, így várhatóan egyszerre több utcában is megkezdődnek majd a munkák, amelyekről időben tájékoztatják az érintett lakosokat. Miután többen is kérték, hogy a projekttel érintett utcák térképét nem csak a város honlapján és a városháza aulájában lehet megnézni, a karcagi hírmondóban is megjelentetik majd, ígérte a városvezető, aki azt is kérte, ha valakinek kérdése van, keresse őt, a műszaki ellenőrt vagy a polgármesteri hivatal dolgozóit is.